Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Távozz tőlem, sátán! Mert megvan írva, hogy az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Általában a harmadévesek csinálják a teológus passiót. Ez most egy eléggé eklektikus társaság, ugyanis a elsőtől ötöd évfolyamig vagyunk benne egész konkrétan. Javarészt Máté alapján mentünk, de fel lehet majd fedezni benne lukácsi és jánosi elemeket is, és Márkból is idéztünk egyébként. Én tanítvány is vagyok, szolgálólány és Mária a végén. Kicsit nehéz ez a szerep, mert egyik pillanatban még kiabáljuk Jézusra, hogy feszíts meg, a másik pillanatban viszont már Máriák vagyunk, akik siratjuk Jézust. Elvégeztetett! Elolvastam a Bibliában az adott helyeket, amiket kiválogattunk szövegkönyvbe, és ezeket próbáltam minél jobban olvasni, magamévá tenni, megismerni, hogy Jézus valójában hogy viselkedett. Te is a Galileában Jézussal voltál! Nem tudom, miről beszélsz. Beletudtam magam én Péter szerepébe. Az a fajta gondolkodás, ami Pétert jellemezte, engem is jellemez. Az Isten szerinti gondolkozás, illetve az emberek szerinti gondolkozás. Nagyon jó volt, hogy közös tréningeken vettünk részt, ima közösségben is együtt voltunk, így a közösség formálta bennem ezt a szerepet. Hallottátok, Isten fiának mondja magát, mi szükségét még tanulni? Keresztre! Halálra! Vissza a halálra! Talán a leghangsúlyosabb az, hogy főpapként jelen leszek. Itt meg kellett küzdeni ezzel a másik oldallal, de azt mondom, hogy megértek, a történethez kerültem közelebb. Ó, drága Jézus, Isten. Egy lány számára igazán meghatározó lehet a Mária, tehát Máriának az alakja, a személyisége, illetve így a megjelenése. Nagyon nagy dolog az, amikor az ember megérti azt, hogy az Isten szereti az embert és szeret bennünket. És nagyon nagy csoda, amikor megértjük azt, hogy ez a szeretet, ez Jézusban öltött testet, és Isten, ami megváltásunkat, megmenteni akarásunkat az ő fiában, az ő életén, halálán és feltámadásán keresztül kínálja nekünk és adja nekünk.